titokzatos doboz. Ádi és Detti egyedül maradtak otthon, már csak hármat kellett aludni karácsonyig. Először olvastak, aztán bekapcsolták a tévét, hogy megnézzék a kedvenc rajzfilm sorozatukat. Ádi csalódottan vette tudomásul, hogy kiürült a pattogatott kukoricás zacskó. Én még láttam a kamrában a polcon, mondta Detti. Megyek és behozom. Ádi, gyere, túl magasan van, nem érem el, kiabált vissza, kisvártatva testvérének. Ádi is hiába nyújtózkodott, de végül a seprűnyélel sikerült lepiszkálni a dundizsákot. Ahogy a pattogatott kukorica lepottyant, kibukkant a mögötte lévő karácsonyi mintákkal díszített nagy doboz. A két gyerek kíváncsian kémlelt felfelé. Szerinted mi lehet az? kérdezte suttogva Detti. Nem tudom, még sosem láttam ezt a dobozt, válaszolta Ádi. Megnézzük. Hát... És ha karácsonyi ajándék van benne, nem szép dolog elrontani a meglepetést. De én nagyon kíváncsi vagyok, erősködött Ádi. Lehet, hogy nem is a mi ajándékunk, akkor se kellene. Már igazán nem kell sokat várni, biztatta Detti. Ádi még küldött néhány sóvár pillantást a doboz felé, de ekkor felhangzott a jól ismert zene a tévéből. Na jó! Ti lányok olyan gyávák vagytok, legyintett lemondóan, és a pattogó zacskóval bevonult a szobába. A napok gyorsan teltek, és a karácsonyi készülődés, sütés, főzés közepette, a gyerekek el is feledkeztek a dobozról. Karácsony reggelére Holle anyu végre teljesítette az emberek kívánságát, és alaposan megrázta a dunnáját. Ádi az ablakhoz rohant, és nagyot kirikkantott. Hurrá, nézd, Detti, esik a hó! Boldogan figyelték a sűrűn alászálló pihéket. A délelőtt hamar eltelt, hiszen az idén először lehetett szánkózni, hógolyózni, hóembert építeni. Nem csoda, ha a tele volt vidáman visítozó játszó gyerekekkel. Ádiék is összetalálkoztak néhány osztálytársukkal. Izgatottan beszélgettek arról, ki mit szeretne a falat találni estére. Én már tudom, mit kapok karácsonyra, dicsegetett a szeplős ferike. Az öcsémmel megkerestük az ajándékokat, és kilestük ki, mit kap. Én jobban szeretem a falat kibontani a meglepetéseket, mondta Gyöngyike, de azt alig tudom megállni, hogy az én ajándékomat ne hagyjam oda. Délután a gyerekek apával közösen feldiszítették a fát, és mire lassan leszállt az este, mindennel elkészültek. Szépen megterítették az ünnepi asztalt hat főre, és felöltöztek. A lányok felvették a legkedvesebb ruhájukat, apa és Ádi pedig még nyakkendőt is kötöttek. Lassan indulok nagy a pályékért az állomásra, mert itt a vonatérkezés ideje, mondta apa. Ám amikor épp a kabátját gombolta, megcsörrent a telefon. A gyerekek csak ennyit hallottak. Ó, mégis mennyit fog késni? Legalább fűtés van, nem fáztok, nem lenne jobb, ha mégis elmennék, értetek? Azért hívjatok, ha nem kaptok taxit, mert ilyenkor az is előfordulhat. Apa hangja és arc kifejezése nem sok jót ígért. Mi történt? kérdezte anya aggódva. Csak nincs valami baj. A nagy jégvonata késni fog, mert olyan hóvihar volt feléjük, hogy betemette a sineket. Sajnos még nem tudják, mennyit fognak késni, ezért azt mondták, ne menjek kiértük, inkább taxival jönnek majd. Jaj, de mikor érnek ide? kérdezték a gyerekek csalódottan. Sajnos azt nem tudom, lehet, hogy csak egy-két óra múlva vont vállat apa, és levette a kabátját. Egy pár percig tanácstanalanul álltak a szobában, a gyerekek lógó lógóórral gubbasztottak a fotában. Anya végignézett a családon, és megszólalt. No, rendben, azért valahogy majd csak elütjük az időt. Mit szólnátok hozzá, ha szépen sorban a fa alá raknánk az ajándékokat? Az ötletre persze nem kellett rábeszélni a gyerekeket. Szaladtak, hogy apró kis meglepetéseiket kihozzák a szobájukból. A gyönyörűen becsomagolt dobozok hamarosan ott sorakoztak a fa alatt. Emdetti és Ádi hiába keresték közte a kamrában látott dobozt. Végül Ádi óvatosan megkérdezte, nem feledkeztetek meg egy ajándékról? Apa szemügyre vette a csomagokat a falat fa és megrázta a fejét. Szerintem nem. Miért? A gyerekek némi óckodás után elmesélték, hogyan bukkantak a karácsonyi díszítésű dobozra a kamrában. Ja, az a doboz, mondta apa. Az tényleg meglepetéseket rejt, kacsintott. De nem csak nektek, tette hozzá és kisietett. Amikor visszajött, kezében tartotta a titokzatos dobozt, szertartásosan letette a szőnyegre, mellé telepedett és várakozóan körbenézett. Kinyissam? A többiek kíváncsian hajoltak oda. Apa úgy emelte le a doboztetőt, mintha attól félne, hogy ami benne van, esetleg kiszökik, és elröppem. Csiribú, csiribá, mondta végül, és kiborította a doboz tartalmát a szőnyegre. Ezek fényképek, mondta Ádi. De milyen fényképek, mondta anya, réges-régi képek. És valóban, némelyik fotó egészen megsárgult már. Volt abban fekete, fehér és színes, kicsi igazolványkép és egészen nagy tablókép. A gyerekek kacagva ismerték fel anyát a copfos kislányban a hintán, vagy apát a szánhajtó versenyen. Furcsa, hogy apának ilyen sok haja volt. Annyira belemerültek a képek válogatásába, nézegetésébe, Észre sem vették, hogy egy autó állt meg a ház előtt. Csak amikor a csengősz megszólalt, akkor szaladtak nagyjék elé ajtót nyitni. A fényképes doboz vacsora után újra előkerült. Nagy jék is örömmel fedezték fel az elfeledett arcokat, pillanatokat. De jó, hogy elővettétek ezt a dobozt, mondogatták egy-egy kedves emlékre akadva. A gyerekek találták meg valamelyik délután, mondta apa, majd büszkén hozzátette. És képzeljétek, nem lesték meg, mi van benne, pedig nagyon kíváncsiak voltak, mit rejthet egy karácsonyi díszítési doboz. Lefekvés előtt Ádi odasúgta Dettinek. Igazad volt, sokkal jobb így, hogy nem tudtuk meg előre, mi lesz a karácsonyi meglepetés.